Kiskunhalason a szervezett csillagászat 1972. október 17-én alakult a vasutas művelődési házban. Abban az időben még nem rendelkeztünk tágcsövekkel, ilyen amatőr szinten kezdtünk hozzá tágcsőépítéshez. Mintegy 10 évet dolgoztam egy tágcsövön, aminek a súlya 1 tonna, amit majd 1984. október 4-én ezen az épületen helyeztünk el. Ez a csillagvizsgáló, bemutató csillagvizsgáló, tehát tudományos munkát nem nagyon végzünk. Gyerekek tanulnak szakköri foglalkozások keretén belül, 8-10, esetleg 20 vagy 30 fővel is. Különböző szemléltető eszközöket készítünk, többek között bemutató eszközöket, amelyikkel esetleg a holdnak a felszínén leszálló űrhajókat tudunk ábrázolni. Az Apollo 14 űrhajónak a leszálló helyét tudjuk meghatározni ezen a térképen. A célunk az, hogy az iskolai oktatásban segítséget nyújtsunk itt a szakkörön belül, illetve a csillagvizsgálón belül.